Megindulhat az eljárás Ioni Iliescu volt államelnök, Petre Román egykori miniszterelnök és helyettese Gelu Voican Voiculescu ellen emberiesség elleni bűncselekmény vádjával, miután Klaus Johannis államfő engedélyezte a bűnvádi procedúra elindítását. Mindhármuk esetében az 1989-es decemberi események kapcsán merültek fel a vádak. A Ion Iliescu, Petre Román és Gelu Voican Voiculescu elleni bűnvádi eljárás elindításának engedélyezését Augustin Lázár legfőbb ügyész kérte Klaus Johannis államfőtől. A katonai ügyészek másfél éve nyitották meg ismét az 1989-es aktákat, miután az Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Romániát, amiért nem szolgáltatott igazságot a forradalom sebesültjeinek, illetve a halálos áldozatok hozzátartozóinak. Az ügyészség szerint a Ceausescu elűzése után hatalomra került új politikai és katonai vezetés hatalmának megőrzése érdekében sok ember halálát, testi és lelki sérülését eredményező fegyveres diverziót szervezett, hogy egy nem létező ellenséget legyőzve, harci érdemeket szerezve igazolják hatalmukat. Nem hivatalos statisztikai adatok szerint a Temesvárról induló decemberi forradalom napjaiban 1142-en vesztették életüket, és 3138-an sebesültek meg. Túlnyomó többségük a diktátor elűzése után, amikor a lakossággal elhitették, hogy terrorista mesterlövészek lövöldöznek az utcákon Ceausescu hatalmának helyreállítása érdekében. Ion Iliescu ellen tavaly júniusban már vádat emeltek a bányászjárásként elhíresült 1990. júniusi erőszakos cselekmények ügyében, de a perben még nem született ítélet. A vádlottak részéről megszólalt Petre Román felháborítónak és meglepőnek nevezte az ügyészség vádjait, mert mint mondta, neki abban az időben semmi olyan tisztsége nem volt, amivel a katonai akciókat befolyásolni tudta volna. Csak december 27-én lett Románia miniszterelnöke, abban az időben egy senki voltam, fogalmazott. Kapcsoljuk most Novák Csaba Zoltán történészt, szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az 1989 decemberi eseményeket ugye nem tisztázták kellőképpen. Kérdés az, hogy az eljárás elindítását követően tisztább képünk lesz-e arról, hogy mi is történt valójában? Hát innen érkeztünk a rendszerváltás, a román rendszerváltás egy újabb, talán mondhatnánk befejező szakaszához. Azt tudjuk, hogy egy népfelkelésről is beszéltünk, és azt is, hogy egy politikai csoportosás átvette a hatalmat, hogy egyedi módon Kelet-Európában, Romániában került sor halálos áldozattal is járó hatalom átvételre, és hogy számos tisztázatlan kérdés maradt a rendszerváltás után, a forradalom után. Valószínű, hogy a per alatt újabb adatok derülnek ki. Én nem hiszem azt, hogy most egyikről a másikra nagyon sok újabb felvilágosító adatot kapunk, de bízom abban, hogy olyan dossziékhoz, olyan iratcsomóhoz is hozzáférése lesz majd a közvéleménynek és akár a kutatóknak ezután, amelyek az ügy kapcsán most megnyílnak és használni fogunk. Itt most ugye az is kérdés, hogy 29 évvel a történtek után mennyire lehet még tisztázni olyan eseményeket, amelyeknek a nyomait próbálták eltüntetni? Ez sokkal korábban kellett volna, tehát igaza van Gabrieli Csánónak, aki azt mondta, hogy a román forradalom nem hozta meg a román társadalom számára a katarzis élményt, ami azt jelentette volna, hogy szakítani a múlttal, és meghúzni egy vonalat, hogy meddig milyen mélyen ássunk le, és nézzünk szembe azzal a diktatúrával, amely befolyásolta az életünket több mint 40 éven keresztül. Én tartok attól, hogy a román történelem egyik olyan sorozata ismétlődik meg, mely már jellemző volt az a 20. században, hogy mindig egy bűnbak felel majd egy adott helyzetért. Látjuk azt, hogy kommunisták 1947-ben elkergették Mihály király, Antonescu marsall hogyan fizetett az életével, és most jön ugye az Iliescu meg Petre Román által, vagy ellen indított el. Tehát ezzel nem azt akartam mondani, hogy ez nem fontos, vagy hogy ez nem szükséges, de azt tudnunk kell, tehát hogy ne rejtsük a fejünket a homokba, mint a strusz, hogy ez a rendszer sokkal mélyebben ívódott a román társadalomban. Mikor számíthatunk ítéletre egy ilyen horderejű ügyben? Mikor számíthatunk ítéletre egy ilyen horderejű ügyben? Hosszú lefolyású perre számítok.
megjósolhatatlannak tartom azt, hogy mikor hoznak ítéletet. Valószínűleg tartom a mostani nekifutásból, hogy azért mindenképpen. Nem tudok az ügyészség helyében nyilatkozni. Köszönjük szépen. Egy mindenképpen hosszabb ez. Én köszönöm. Köszönjük szépen.